Sziasztok, Szüzek! Köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik már láttátok az előző videóimat, hogy néztétek, lájkoltátok. Különösen, ha feliratkoztatok, nagyon-nagyon hálás vagyok érte, és annak pedig még jobban örülök, hogy újra itt vagy. Ha pedig új vagy a csatornámon, akkor üdvözöllek, örülök, hogy megtaláltál, és remélem, hogy a kirakás mindannyiótoknak a segítségére lesz. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy 2024-ben milyen energiákat várhatsz havi szinten, mint általában ez egy általános kirakás, így igazán figyelj azokra, amik jelentősek a számodra, és engedd el a többit, és rajtatok múlik igazán, hogy hogyan kezelitek ezeket a bejövő energiákat. Mielőtt belekezdjünk, ebben a videóban is lehetőséged lesz arra, hogy nyerj egy személyes kirakást. Igazán annyit kell tenned, hogy lájkolod a videót, és beírod a kommentbe azt, hogy 2024 lesz a legjobb évem, és véletlenszerűen ki fogok választani valakit januárban. De kezdjünk is bele. Az első kártya az angyali kártya lesz, ami arról szól, hogy tégy egy lépést hátra. Ez igazán az az energia, amikor lehet, hogy van, amit szeretnél, hogy megtörténjen az életedbe, nagyon sokat teszel érte, nagyon sokat dolgozol érte, de az angyalok azt mondják, egy kicsit tégy egy lépést hátra, hogy tisztábban lásd a dolgokat. Tehát itt lehet, hogy arra szólítva, hogy ne siess semmibe, hanem szerezd meg azokat az információkat, valamint próbáld más szemszögből nézni a dolgokat, mielőtt bele rohansz valamibe. Aztán a segítő állatok szellemei kártyából a molylepke jött ki, ami azt írja, hogy igazán add meg magad, valamint az orszarvú, ami az arról szól, hogy sikerül felülkerekedni az előtted álló akadályokon. Tehát itt ez a két kártya arról beszél, hogy hogy néha, amikor kigondolod az álmaidat, kigondolod, amit szeretnél, nagyon fontos az, hogy ne próbáld erőszakolni az univerzumot azzal, hogy mikor jön, hanem igenis add át magad annak a folyamatnak, hogy bízol az univerzumban, hogy el fogja neked hozni azt, amit szeretnél. És igazán az orszarvú is arról szól, hogy néha az orszarvú az orrával neki tud menni minden kapunak, és azt át tud minden gátat úgymond ütni. Tehát itt lehet, hogy ez az energia, ami néha vezérel téged, de nagyon fontos, hogy próbáld egyensúlyozni azt, hogy mennyire próbálod hajtani a dolgokat, valamint amikor hagyod, hogy történjenek veled a dolgok. De nézzük, hogy mit tart január. Január az érmék ászával kezdődik, és a magyarázó kártyánk pedig a kardok királynője. Tehát az érmék ásza, ez valamilyen arany lehetőséget hoz az életedbe, valamilyen új fejezetet. Ez lehet egy új állás, egy új projekt, egy új üzlet, egy új kapcsolat, meglévő kapcsolatban valamilyen fejlemény. Ez a kártya az, ami biztos alapot hoz az életedbe, hosszú távú sikert. Aztán a magyarázó kártya pedig az a kardok királynője. A kardok királynője a tisztánlátásról szól. Őt nagyon nehéz félrevezetni, nagyon logikus, nagyon okos, nagyon sok minden átment, jelenthet jogi területen dolgozót. Tehát itt lehet valamilyen ajánlat, lehet, hogy valamilyen döntés, ahol valamilyen jó lehetőség jön az életedbe. Lehet, hogy van valami lehetőség, amit végre tisztán fogsz látni. Tehát valami az éved nagyon jól fog kezdődni. Nézzük, mit hoz február. Február a világ kártyája, a fő szereplő, és a magyarázó kártya pedig a diadalszekér. Tehát mind a kettő igazán a győzelem, a sikernek a kártyája, valamint mind a kettő jelenthet utazást. De nézzük meg, hogy egyesével mit jelenthet. A világ igazán az a kártya, amikor egy fejezettel lezárul az életednek, és egy új kezdődik. Ez igazán jelzi azt, hogy az akadályokat, amit át kellett
amivel meg kellett küzdened, azokkal minden megküzdöttél, és elérted a céljaidat, és ideje annak, hogy valamilyen új célokat találj magadnak. Tehát ez a célok, ez mindenkinek más jelent, néhányatoknak lehet, hogy iskolát fejeztek be, lehet, hogy egy kapcsolatot kezdtek, vagy megházasodtok, gyereketek születik, új állás, új projekt. Tehát ez a cél, amit megpróbáltál elérni, az mindenkinél más. De ez a győzelem és a sikernek a kártyája, amikor nagyon büszke vagy arra, amit elértél az életedben. Aztán a diadalszekér igazán nagyon hasonló energia, jelzi azt, hogy előre haladsz a dolgokba, magad mögött hagyod a problémás időszakot, és győztesként kerülsz ki. Ez is ebben a kártyában is benne van az egyensúly, valamint a kontrollnak a kártyája, tehát itt nagyon oda kell figyelned, hogy mi az, amit próbálsz úgymond irányítani, és mi az, amit hagyod, hogy történjenek veled, mert ezek a lovakat, ez a kocsis úgymond a gondolataival irányítja. De mind a kettő jelenthet utazást, tehát lehet néhányatoknak utazás lesz ebben az időszakban, vagy csak az, hogy haladnak előre a dolgok úgy, ahogyan szeretnéd. Nézzük, mit hoz március. Március a fő energiánkat az érmék 6-os írja le, és a magyarázó pedig a kelyhek 10-es, mind a kettő nagyon szép energia. Ez a segítségnek a kártyája, a pénzügyi segítség, az egyensúlynak a kártyája, a bőkezűségnek a kártyája is. Tehát általában ez a kártya szólhat arról, hogy egyensúlyoznod kell az életed, vagy próbálod egyensúlyozni az életed, de jelenthet valamilyen pénzügyi segítséget, amikor valaki hatalmi pozícióban segít neked, ez lehet az univerzum, vagy egy hatalommal rendelkező személy. Nagyon jó kártya, hogyha hitelt szeretnél kapni, vagy befektetőket keresel a vállalkozásodba, mert jelzi azt, hogy megkapod azt a segítséget. Jelenthet pénzügyi nyereséget, jelenthet jutalmat, tehát pénzügyi területen nagyon jó. Aztán a kelyhek 10-es pedig jelzi azt, hogy ez a lehetőség, ez a segítség igazán elhozza a boldog családot neked, mert a kelyhek 10-es az a kártya, amikor a nehézségek után sikerül a boldogságot megtalálni és a boldogságot választani. Nézzük áprilist. Április a fő energiánk az a kardok 8-as, a magyarázó pedig a botok 4-es. Ami itt érdekes, kardok 8-as, valószínűleg ebben a hónapban nagyon a gondolataid rabja leszel, a gondolataid, amik urrá lesznek rajtad, és lehet, hogy olyan helyzetben érzed magad, amiből nem tudod, hogy hogyan lábalj ki. De nagyon fontos, hogy itt próbálod egyensúlyozni a gondolataidat, mert ez a helyzet igazán csak a gondolataidban van, tehát én azt javasolnám, hogy lehet, hogy márciusban már próbálj dolgozni azon, hogy a gondolataid ne uralkodjanak rajtad. Aztán a botok 4-es az egy nagyon pozitív kártya, ez a boldogság kártyája, az ünneplésé, az új kezdeté, amikor egy új fejezet nyílik az életünkbe, a kapuk kinyílnak, ez az ünneplés, ez lehet keresztelő, házasság, születésnap, amikor összejössz az emberekkel, a körülötted lévő emberekkel, valamint a kapuk kinyitását is jelzi. Tehát itt érdekes nekem a két kártyának az ellentéte. Egyrészt a bezártság, valamint a kapuk kinyilása. Tehát én azt látom, hogy bármilyen gondolataid lesznek, sikerül felülkerekedni rajta, és boldogan fogod látni a helyzetet. Nézzük, mit hoz május. Május az érmék 2-es, a fő kártyánk, és a magyarázó pedig a botok 8-as. Tehát az érmék 2-es az az egyensúlyról szól, nem meglepő módon, tehát ez arról szól, hogy szerintem ebben a hónapban nagyon elfoglalt leszel, és nagyon sok mindent kell egyensúlyoznod kell az a projekteket, amin dolgozol, lehet, hogy nagyon sok projekt van, és nagyon találékonynak kell lenned ebben a hónapban, hogy megoldásokat találj, jelenthető, hogy egyensúlyozod a pénzügyi helyzetedet, valamint egyensúlyozod azt, hogy mennyi időt töltesz a szeretteiddel, mennyi időt töltesz munkával. Mindenképpen jelzi, hogy találékony leszel ebben az időszakban. Aztán a botok 8-as jelzi, hogy az események nagyon gyorsan fognak pörögni,
ebben a hónapban nagyon elfoglalt leszel, mert a botok 8-as egy nagyon gyorsan mozgó energetikus kártya, jelenthet üzeneteket, jelenthet utazást is, jelenthet, hogy valaki belép az életedbe, és úgymond levesz a lábáról, tehát valami nagyon gyorsan fog fejlődni ebben a hónapban. Nézzük, mit hoz a nyár, a június. A június nagyon el leszel foglalva munkával, mert az érmék 8-as jelzi azt, hogy éjjel-nappal téve valamint dolgozol keményen dolgozol a családodért, keményen dolgozol azt, hogy elérj valamit az életedbe. Hát az is jelzi, hogy csak nagyon el leszel foglalva ebben az időszakban valamivel. Aztán a kardok 10-es az jelzi, hogy valami, egy ciklus véget ér ebben a hónapban. Lehet, hogy ez a nagy elfoglaltság, ez a nagyon sok munka egy kicsit le fog csendülni. Igazán arra oda kell figyelned, hogy általában a kardok 10-es ez valamilyen fájdalmas időszak lezártát jelzi. Tehát figyelj oda, hogy igazán ki az, aki hátba szúr téged. Tehát figyelj oda a hátadra mindenképpen. Aztán július. Július a fő energiát, a halál jelképezi, és a kejhet 8-as, ami magyarázza. A halál az a nagy transformáció, a nagy változásnak a kártyája, tehát ebben a hónapban valami nagy változáson fogsz keresztül menni. Ez egy olyan változás, amit fontos, hogy ne próbálj ellenállni neki, hanem csak hagyd, hogy történjenek a dolgok. Tehát ez az az időszak, amikor igenis egy lépést hátra kell tenned, és hagyd, hogy történjenek a dolgok. Tehát ez mindenkinek másfajta változás lesz. Ez az a változás, amikor egy fejezet lezárul, és egy új kezdődik. Tehát itt lehet egy kapcsolat területén, hogyha egyedül vagy, akkor lehet, hogy egy kapcsolat jön az életedbe. Ha a meglévő kapcsolatban lehet egy kapcsolat vége, de az is lehet, hogy a kapcsolat úgymond változik, hogy a következő szakaszába lép. Az is lehet, hogy egy projekted ér véget, egy pozíció, vagy pedig valami új kezdődik. Jön be ehelyett. Ami érdekes, hogy ez a kejhek 6-ossal függ össze. 6-osok mindig valamilyen egyensúlyról szólnak. Ez általában egy nagyon nosztalgikus, kedves energia, szeretetteljes. Tehát ez lehet, hogy kötődik valakihez a múltban. Lehet, hogy ebben az időszakban találkozol egy régi ismerőssel, osztálytársal, baráttal, barátnővel, régi szeretővel, aki vagy kollégával, és lehet ez egy ilyen jellegű kapcsolat az, ami nagyon átalakul ebben az időszakban. Nézzük, mit hoz augusztus. Augusztus a remete, a főszereplőnk, ami igazán a te kártyád, és a magyarázó pedig a csodálatos nap. Tehát itt, mivel ez a szűz energiája, meg a szűz hónap is, lehet, hogy itt igazán csak jelzi a kártya, hogy a te energiád nagyon benne van ebben a kirakásban, ebben a hónapban. De igazán a remete arról szól, hogy elvonulsz a világtól, hogy egy kicsit feltöltődj, hogy átgondold az életednek bármilyen részét, ez lehet karrier, lehet kapcsolat, hogy mi is az, ami téged boldoggá tesz. Tehát mivel itt a nap, itt igazán csak lehet az, hogy elvonulsz a világtól, hogy egy kicsit nyaraj, augusztus nagyon könnyen meg lehet. De ha azt a vonalát nézzük a remetének, hogy próbálod megtalálni a megvilágosodást, akkor a nap az el is hozza azt. Tehát itt lehet, hogy ráébredsz valami nagy dologra az életedbe, hogy mi is az, amit szeretnél elérni. Aztán szeptember a kejhek királya, ez az érzelmek, a stabilitásnak a kártyája, tehát ő egy olyan ember, akit a szíve vezérel, de nagyon jól tudja egyensúlyozni, amit érez, amit gondol. Jelentheti azt is, hogy nagyon stabil leszel ebben az időszakban, és mindenféle hullámok közepette is meg tudod állni a helyedet. Jelenthet egy kapcsolatot, hosszú távú kapcsolatot, szeretetteljes kapcsolatot. Ez egy apa figura is, lehet, hogy néhányoknak az az üzenet, ami fontos. Aztán a kardok 9-es jelzi, hogy ebben az időszakban
valami ok miatt lesznek álmatlan éjszakáid. Tehát ezek az álmatlan éjszakák lehet, hogy kapcsolathoz fűződnek, lehet, hogy munkához fűződnek, ha pedig szülő vagy, akkor lehet, hogy a gyerekeid lesznek, akik ébren tartanak. De én azt látom, hogy bármilyen helyzetben leszel, nagyon stabilan meg fogod állni a helyzeted. Október a legfőbb energiánk a kiegyenlítődés, ami a türelmnek a kártyája, tehát ebben a hónapban nagyon türelmesnek kell lenned, nem szabad, hogy rohanj bárhova is, egyik lépést tedd meg a másik után, mert valami jó dolgon dolgozol, úgymond. Tehát ez az angyal aranyat próbál készíteni tűzből és vízből. És a magyarázó kártyánk pedig az élmény királya, akinek megvan az aranya. Tehát itt lehet, hogy valami új lehetőség jön be az életedbe, munkaterületén valamilyen nagyon stabil lehetőség, vezetői szerep, mert ugye az érmék királya az a leggazdagabb király, tehát ő nagyon sok erőforrásokkal rendelkezik, tehát lehet itt valamilyen nagy lehetőség, pénz, stabilitás jön az életedbe. Kapcsolatterületén is nagyon jó, mert ez egy másik apa figura, ami a stabilitásról, a hűségről, a szeretetről szól, tehát jelenthet hosszú távú hűséges kapcsolatot is, lehet, hogy abba vagy pedig egy ilyen kapcsolat jön be. Aztán nézzük, mit hoz november. November legfőbb energiánk a kardok 3-as, ami jelzi, hogy valamilyen csalódás fog érni ebben a hónapban. Ez a csalódás ez mindenkinél más jellegű lehet, ez lehet egy kapcsolat, lehet munkahelyi csalódás, valami, ami el fog szomorítani, de fontos, hogy ez a szomorúság nem feltétlenül tart sokáig, a borús időszakot követi a nap. Aztán a magyarázó kártyánk pedig az a akasztott ember, ami jelzi azt, hogy egy kicsit meg leszel akadva ebben a hónapban, lehet, hogy a dolgok nem úgy fognak menni, mint ahogy azt te szeretnéd. Ez a kártya arra szólít fel, hogy próbáld a dolgokat más szemszögből nézni, vagy próbálj azon gondolkozni, hogy van-e olyan dolog az életedben, amit fel kell adnod, hogy tisztán lásd azt, hogy hogyan tovább. Aztán nézzük, mit hoz december, de mielőtt beleugrunk, ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Azzal mindenképpen jelzed nekem, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, és minél több emberhez eljusson az üzenet, akiknek szükségük van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba telik. Remélem, hogy meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat. És ne felejts el beírni a kommentbe azt, hogy 2024 lesz a legjobb évem, ezzel lehetőséget lesz nyerni egy ingyenes kirakást velem, valamint elküldöd az univerzumnak ezt az üzenetet. Tehát december a legfőbb energiát a kelyhek apródja hozza, és a érmék királynője, aki magyarázza. Tehát a kelyhek apródja lehet vagy fiatalabb személy nálad, lehet egy gyerek, de általában apródok, azok valamilyen üzenetet hoznak, ez pedig valamilyen szívből jövő üzenet, lehet, hogy álmodozni fogsz ebben az időszakban, mert a kelyhek apródja az nagyon álmodozó, de én úgy látom, még ha álmodozol is, akkor elég realisztikusan fogod látni a dolgokat, mert az érmék királynője az nagyon praktikus, és nagyon jó döntéseket hoz, nagyon sok erőforrással rendelkezik, nagyon jó üzletasszony. Lehet, hogy valakitől, ilyentől kapsz üzenetet, vagy tanácsot. Jelenthet valami lehetőséget is, ami bejön az életedbe, valamilyen jó üzleti lehetőséget, vezetői szerepet. Ami érdekes, hogy mind az érmék királya és az érmék királynője is itt van, ami valamilyen tökéletes párosítás, tökéletes kapcsolatot is jelenthet. Tehát kedves szüzek, ennyi van számotokra. Nagyon kívánom mindenkinek, hogy a 2024 egy nagyon sikerekben, szeretetben gazdag év legyen, és valóra váljon az álmaitok, és remélem, hogy 2024-ben is üdvözölhetlek.